Ez már az ablakról szól. Hallottuk aztán itt is, ott is emlögetni, hogy az Andi nagy ára lesz az ablaknak. 10 forint is lesz egy ablak, és többe féle. Mondok a sógornak, szőrözzünk egy kis hasznot a községnek. Itt az alkalom. Hát, ki is ballaktunk a gyesznyahú gyárba, akit kibányának hínak, és cipeltük be a két ablakot. 4 pöngőn vettük, és árulta a sógor az körúton. Én meg néztem, de nem köllött senkinek. Utoljára már 5 pöngőn is kínálta a kettőt. Mégse köllött. Hely, ott is az méreg bennünket. Mert azt mondja egy úr, nem a ilyen ablak drága, hanem aki a falba van. Mert azon minden megláthat az ember vasárnap, amikor jön a Nimöt császár. No, mondok hát, császárt még én álmomba se láttam. Tapasztaljuk meg, ha Német is. Letöttük hát az ablakot az kapu alá, és hozzá kötöttük a marost, hogy vigyázzon. És azt mondi az házi ügyelő úr, hogy nála van kiadó ablak sok, ava budogatni akart. No, majd mink választunk, mondok. Mivel, hogy Pestő sok szó csaladkozik, az magyar. No, aztán ki is választottunk egy ócsó fajtájú ablakot. Na, akkor a kis udvarra szolgált az ablak, hogy a lovám se tudna megfordulni benne. Nem jó a... Azt mondja az ügyelő. Mivel, hogy a Lickhof ablak. Mondok, ha Lickhof, ha nem Lickhof. Beszélhet az úr. Van nekünk jó szemünk. No, meg is alkuttunk 20 karajcára fejenként. Hát, ahogy ott peslogunk lefelé főváltva, mondok a sógornak. Lát-e már kent valamit? Átok ám, ögye meg a fene, egy nagy ronda ládát. Möge, kisvártatva mondok. Lát-e már kent valami csógor? A szondi? Látok egy szolgálót. Ögye meg a fene. Szemetet hozott a lám. Ögye meg a fene. Mondok, azt én is megnézem most már. Éhagy nézek egy darabig. Hát már akkor elment a szolgáló. És ahogy ott peslogok lefelé, hát nagy zuhogást hallok ám az fejem fölött. Főtekéntek, hogy mi a fenét zuhogtatnak olyan veszettű. Hát majd megvakulok a sok portú, ami a szemem világába hullott. Nézi a sógor is, hogy mi a. Aztán, hogy a zű szöme világa is elveszett. Hát azt mondi, ilyen huncutok a pestiek, ölje meg a fene, hogy pénzen árulják az ablakot, aztán port vernek a szemünk közé. Melyhöz hasonló jókat kívánok. Göre Gábor, bíró úr.